Üdvözlöm, kedves barátaim! Szeretnék egy pár gondolatot mondani nektek, ki legyen a példaképem. Mert Bhagavad Gita-ban lehet olvasni Yad Acharyat és Stas, hogy amilyen célokat és standardeket, vonalokat, léceket egy nagy ember kitűzi, a más emberek mindenki ezt fog követni. És természetesen van többféle lehetőség, ki legyen a példakép, lehet, hogy valaki, aki sikeres a bizniszben, valaki a kapcsolatokban. Sajnos most nagyon nincsen reklámozva, mondhatjunk így, vagy hangsúlyozva, mi alapján legyen kitűzve, vagy kiválasztva, ki legyen a példaképem. És ezért a tudás nélkül vagy nincs példaképem, vagy amit trendként van rám erőltetve, akkor azt próbálok példaképnek átvenni, például, hogyha valaki nagy vagány cigarettával megy az utcán, amikor én is ilyen vagány leszek, az a példaképem, és így tovább. Magyarul most nincsen előtérbe egyáltalán olyan példakép, ami mondjuk erkölcs, morális személy legyen, és így tovább. Ahogy mondtunk, hogy lehetnének anyagi, aki anyagi szinten sikeresek, de sokkal magasabb és sokkal több javát kaphatunk, hogyha lelki embereket példaképként fogadjunk el, ezért, mert tőlük sokkal több hasznát tudjunk nyerni. Bhagavad Gita magyarázza, ki az, aki példakép lehet. Prajjahati yadaka man sarvan partha manogatan atman evatmana tushta stita pragya tadocsede. Erről beszél ez a vers, hogy az a személy, aki lehet, hogy külsőleg néha valami jó, de valami rossz érinti embert, a világtól kapja vagy rosszat, vagy jót, de ő nem reagál se belül rosszul, hanem atmani, atmana szukham, belül tapasztalja ezt a boldogságot, neki vannak belső morális, lelki értékrendek, mindig kiegyensúlyozott marad, mindig összeszed a tudata, és bármi érinti őt kívülről a világba, sose fog zavarodott lenni, hanem mindig boldog és kiegyensúlyozott és elégedett lesz. Na ez a példakép, ez egy jó példakép, mert akkor ember tud boldog lenni, nem fog kerülni stresszbe, sőt, ilyen személyektől megkaphatjunk lelki élményeket. Ez a irány, és ez az életnek a megoldása, egy jó lelki példakép. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, ne felejtsünk el feliratkozni a csatornára, megnyomni a csengő gombot, lájkolni a videót. Hare Krishna!